Hát sziasztok lányok! Nagyon-nagyon régen nem volt már a csatornán hol videó, úgyhogy bizony most hol videóval érkeztem nektek. És ez nem egy ilyen megszokott hóvégi hol videó lesz, hanem az elmúlt hónapokban, vagy az elmúlt időszakban mi az, amit vásároltunk, kaptam, illetve olyan dolgok, amiről most már használtam annyi ideje, hogy véleményt tudok mondani. Előjáróban annyit azért elmondanék, hogy ebben nagyobb értékű dolgok lesznek, úgyhogy ha valakit zavar, hogy valaki nagyobb dolgokat vásárol, kap, vagy bármi ilyesmi, akkor keressen egy másik videót, és ne negatív kommenten illesse ezt a videót, hanem tényleg van egy csomó más tartalom is a csatornám. Ez most bizony erről fog szólni. Úgyhogy vágjunk is bele, tényleg ebben lesznek eléggé nagy tételek, és az első, amit szeretnék megemlíteni, a telefon. Nagyon sokan tudjátok, hogy megvettük az iPhone 12 Pro telefonját, és én ezt igazából a kamera véget és a videózás véget vettem meg, és most már használom több mint egy hónapja, és határozottan jó véleményem van róla, bár én évek óta iPhone párti vagyok, főleg itt telefonokban, meg órákban, tablet, meg számítógépen nem, mert brutálisan sokba kerül, és ott nem használnám ki. Viszont videózás szempontjából tényleg elértem azt, hogy szerintem a videóim eléggé jó minőségűek ezzel a kamerával, a hang szerintem tökéletes, és ami hatalmas különbség nekem az eddigi iPhone 12 és a 12 Pro között, az az, hogy tudok úgy felvenni dolgokat, egyrészt, hogy sokkal jobb minőségben, viszont itt van egy nagy hátrány is, hogy a nagyon jó minőségű videókat már nem játsza le a YouTube. Valakinek a telefonja nem is játsza le, valakinek pedig a YouTube olyan minőséget ad, ami borzalmas lesz. Mert ehhez a felbontáshoz még nincsenek felkészülve ez a mostani rendszer, úgyhogy későbbiekben biztos, hogy sokkal jobban ki fogom tudni használni, viszont egy hatalmas részét ki tudom használni ennek, és akkor ami nekem a legjobban tetszik a kamera funkcióba, az, hogy be tudom állítani azt, hogy például eddig, ha bekapcsoltam a kamerát, akkor mondjuk láttátok így ezt a szöget, és most pedig látjátok ilyen 90 fokos szögbe azt, amit látni szeretnék, szóval a lényeg az, hogy sokkal nagyobb felületet tudok felvenni egyszerre. Nem csak a konyha egy részét tudom felvenni, mikor mondjuk a konyhába tevékenykedek, hanem majd, hogy nem az egész konyhát, és ez egy hatalmas nagy különbség, legalábbis szerintem. Nekem ez az a funkció az, ami a legjobban tetszik úgymond ebbe, és nagyon sokan mondják ezt az éjszakai módot, hát annyira nem tudom kihasználni se, mondjuk azt igen, hogy a fényeket kiszűri, szóval hiába most is be van borulva és sötét van, szépen alakítja a fényeket, szóval én ilyen szinten meg vagyok vele elégedve, úgyhogy igen, az első dolog ez a telefon lenne, teszek ide nektek egy képet is róla, úgyhogy megmutatom, aztán áttérünk a következőre. Szóval igen, ő lenne az, és be kell, hogy valljam, hogy egy hónap használat után én azt mondom, hogy megérte az árát, és nagyon-nagyon szeretem ezt a telefont, mind praktikusságilag, mind a kamerája tényleg, ami miatt megvettem, az tökéletesen funkcionál majd, hogy nem úgy, ahogy én ezt elképzeltem. Úgyhogy igen, térjünk át a következőre. Ez is egy Apple termék, ezt ajándékba kaptam a férjemtől, egy Apple Watch 6-os óra. Mutatom is nektek. Több kérdés is érkezett jó múltkorjába az óra felől. Hát az a helyzet, hogy én soha az életemben nem voltam túl órás lány. Nem is szerettem, és nem is értettem a férjemet, mikor összejöttünk, hogy rajta mindig volt óra, és úgymond ugyanúgy, ahogy mit tudom én, minden nap fogad, most ugyanúgy minden nap felvette az óráját, és ez nekem így valahogy nem. Viszont például én az ékszerekkel vagyok így, hogy egyszerűen mindig rajtam vannak ugyanazok az ékszerek, szóval soha nem veszem le, és mindig olyan ékszereket veszek, ami úgymond éjjel is rajtam lehet. És egyszer csak tavaly előtt mondta a férjem, hogy de hidd el, hogy neked is kell egy Apple Watch, nagyon ki fogod tudni használni, főleg mikor már elkezdtem videózni, és a többi. És megszerettem, nekem 4-es Apple Watch-om volt. Hol öltöztél? 4-es Apple Watch-om volt eddig, azzal sem volt abszolút semmi baj. Amivel többet tud a 6-os óra, az alapjába véve az, hogy
Folyamatosan látszik rajta halványan az idő, szóval nem sötétedik el. Tud EKG-t mérni, amit az orvosok is elfogadnak, és véroxigén szintet is tud mérni. Ezen felül, ami nekem mindennapi használatban úgymond kicsit más, az az, hogy például, hogyha kezet mosok, akkor méri az időt, hogy mennyi ideig mosok kezet, és beállítja a saját magát 20 másodperc, hogy előtte ne hagyjam abba, és kiírja a másodperceket, és na, én szerintem ez egy nagyon jó dolog, mert hogyha belegondolunk, szerintem nagyon sokan vagyunk úgy, hogy nem mosunk 20 másodpercig kezet, hiába tudjuk azt, hogy mondjuk mit tudom én, egy percig kellene. Most így a vírus miatt ráhált mindenki erre a kézmosásra, és aztán le is csökkent ez az egész. Itt pedig figyelmeztet minden egyes kézmosásnál, hogy igen, most megcsináltad, most vagy kész, és gyakorlatilag amint hazaérek, figyelmeztet, hogy azonnal mossak kezet, és ha nekiállok kezet, most nem lehet átverni, hogy így csinálsz, mert hogy egy mikrofonon keresztül hallgatja a vízcsobogást is, és nézi azt is, hogy hogyan mozgatod a kezed, szóval tényleg nem tudod átvágni, és ez egy jó dolog. Ezen felül én szerettem volna nagyon, hogyha ebbe a hatosba már ennyi pénzért, amennyibe ez kerül, beleteszik azt, hogy mondjuk az órán át lehessen kapcsolni a videó, hogy például most videózok, most fényképezek, sajnos ezeket a funkciókat még mindig nem tudja a legújabb Apple Watch, de reménykedjünk, hogy előbb-utóbb ezt is felfedezik, hogy nekem arra lenne szükségem tényleg, hogy például itt át tudjam állítani, hogy most kapcsoljunk át gyorsított felvételbe, vagy lassított felvételbe, vagy hasonló, ezeket nem lehet vele sajnos, vagy legalábbis külön funkcióval. Emellett, amiért én ezt nagyon-nagyon szeretem, bár a 4-est is ugyanúgy szerettem, hogy kártyával lehet fizetni órával, mármint, hogy oda teszem ugyanúgy ahhoz a kis csipogóhoz a telefonomat, és levonja a pénzt ugyanúgy a kártyámról, nem kell elővennem a bankkártyámat, a telefonomat, ebbe van bent az összes klubkártyám, a Tesco-s kártyám, a Billás kártyám, a Drácsikos kártyám, szóval ha a kezemben van 2-3 csomag, meg velem 2-3 gyerek, akkor tök jó, hogy abszolút elő nem kell vennem semmit, se a pénzt, se a zsebemből, se sehonnan, mert minden itt van kéznél. Úgyhogy ennyit az óráról. Én tényleg nagyon-nagyon szeretem. Emellett ehhez üvegfóliát, meg tokot a telefonhoz, illetve óraszíjat rendeltünk Aliról, úgyhogy ezek kisebb tételek. Az üvegfólia már megjött, meg egy sima szilikontok is megjött a telefonra. Én arra nagyon figyelek, hogy amint megveszek egy telefont, tegyek rá üvegfóliát és szilikontokot, mert nagyon sokszor például kiesik az állványból úgy, hogy a kezembe sincs, és mégis leejtem a telefont, vagy rosszul teszem le valahova, vagy a gyerekek lelökik, úgyhogy én ezeket a nagyobb értékű dolgokat szeretem így egy kicsit jobban biztonságban tudni. Nem azt mondom, hogy így nem tud eltörni, de kevesebb rá esély. Szóval a következő dolog, az mivel is folytassam, itt van még egy nagyobb dolog, amit szeretnék megemlíteni. Vásároltunk használtan egy PlayStation 3 készüléket. Na most nagyon sokan, akik követitek a videóimat, tudjátok, hogy én ezt már évek óta rágódtam rajta, hogy legyen, ne legyen, tudom, hogy nagyon sok gyerkőc vágyik rá, és én meg mindig az az ember voltam, aki menjünk ki rollerezni, menjünk ki focizni, menjünk ki a kisbarátokhoz, ne így bent kockuljunk, bőven elég, hogy tabletoznak néha a gyerekek, vagy valami, nem kell még egy kütyű, és bizony most jöttem el arra, hogy hónapok óta itthon vagyunk, bent vagyunk, hogy szeretnék egy ilyen kütyüt, és nem csak a gyerekeknek, hanem magunknak is, viszont olyan kütyüt szeretnék, amihez mozogni kell. Használtam, vettük ezt a PlayStation 3-ot egy nagyon jó árba, és ehhez vettünk ilyen movie karokat, és olyan játékokat, amivel mozogni kell, amiben sport van, amiben tenisz van. Hozd ide a távirányítót, és átkapcsolom neked, jó? Egy pillanat, és megyek, jó? Szóval amiben tenisz van, amiben pingpong van, amiben mozogni kell, még akkor is, hogy csak itt a nappaliba, de hogy nem a kanapén ülni és fogni egy kart, na, csak közben a gyerkőceim végeztek a színezéssel, úgyhogy úgy gondoltam, hogy amíg a napi feladatukat elvégzik, addig én felveszem ezt a videót, de hát természetesen nem annyira sikerült ez úgy, ahogy elterveztem. Na szóval ehhez vettünk a PlayStation-hoz ilyen movie kart, meg olyan játékokat tényleg, amiben táncolni kell többféle koreográfiára, amihez van ilyen pingpong, tenisz,
íjászat, kart, szóval ahol tényleg fel kell állni és úgy játszani, hogy normálisan. Vannak hozzá ilyen autóversenyek is, meg hasonlók, de hogy tényleg több olyan játékot vettünk, amiben mozogni kell, és megmondom őszintén gyerekek, hogy ez még így felnőttként is nagyon tetszik, szóval sokszor, hogyha lefekszenek a gyerekek, akkor mi is játszunk apával. Mi alapból is olyanok vagyunk, akik heti szinten társasozunk, akár kettesbe a férjemmel, akár a barátainkkal, és most kicsit úgy rászoktunk, nem azt mondom, hogy rengeteg játékot vettünk hozzá, meg extra dolgokat, viszont vettünk egy párat, és még szeretnénk is, mert csak egy darab ilyen kart találtunk, meg hasonlók. Viszont én azt mondom, hogy most ebben az időben, hogy nekünk nincs udvarunk, és nem lehet normálisan kimenni, vagy nem ajánlott kimenni, és jelenleg ugye itt Szlovákián jövő héttől teszt nélkül nem is lehet kimenni felnőtteknek, és még a természetben se, és nincs ovi, és semmi ilyesmi, így bizony bevezettük ezeket a dolgokat, és ilyen napi rutinszerűen elkezdünk ilyenekkel is játszani, ahogy bevezettük azt is, hogy reggeli után színezzünk, aztán délután kirakozunk, vagy gyurmázunk, minden nap feladatozunk, egy kicsit úgy beépítettük ezt is, hogy ilyenekkel is lehet játszani, hiszen szerintem valahol most már szükségük van valami pluszra a gyerkőcöknek. No. A következő dolog az pedig nem más, mint egy reggeliző tálca, megmutatom nektek. Ez nyilván egy kisebb tétel, viszont napi szinten én nagyon-nagyon örülök neki, ezt a Tesco-ba vettem, és hát reggelizni ugyan nem reggeliztem még soha, mert ugye reggel én olyan vagyok, mint egy zombi körülbelül, és örülök, hogyha eljutok a kávéfőzőig, és a kávémat megiszom, szóval a reggelizés az egy kicsit odébb van a felébredéstől nálam, viszont este, hogyha leülünk a férjemmel egy filmet megnézni, akkor szeretünk róla csemegézni, oda bekészítem a facsart, narancslét, vagy chipset, vagy kesudiót, vagy egy kis almát, vagy bármit, és nagyon jó, mert tényleg kéznél van, úgyhogy ez lenne a következő tétel, én ezt nagyon-nagyon megszerettem. És akkor mi az? A következő dolog, amit felírtam, az pedig nem más, mint ez a faragom. Ezt én említettem nektek az előző videómban, de most meg is mutatom. Ez egy elektromos faragó. És hát ezt most már nagyon sokan használjuk. A Bettinek csatornáján, Anyai Igazságok csatornáján láttam múltkor, hogy vett ilyet, és inspirálódtam még, ha nem is hol videó volt, pedig én szoktam ilyenekből inspirálódni. És annyira megörültem neki, mivel hogy tényleg minden nap színeznek a gyerekek, minden nap rajzolnak, minden nap feladatozunk most már, és így nagyon-nagyon kellett egy elektromos faragó, mert napi szinten több száz ceruzát faragtam, és már az agyamra ment, de tényleg. Hogyha így órákon át faragsz, akkor így elkezd így hólyagosodni a kezem, és egy baromi praktikus cucc, tényleg mennyire vettem 6 euróért, az nincs 2000 forint, és a napi szintű nyugalmamhoz nagyon is hozzátesz. Aztán a következő dolog, az a kabátom. Decemberben végre találtam egy nagyon-nagyon jó kabátot a Sportissimo-ba, és ezt azért említem meg itt a hol videóban, mert hogy most jutok el odáig, hogy ezekből a dolgokból megveszem egyszer a drágábbat, de ahányszor felveszem ezt a kabátot, mindjárt mutatok róla a képet, bár láttátok is már szerintem több videóba. Szóval ahányszor felveszem ezt a kabátot, mindig rájövök, hogy na igen, ez megérte az árát, mert baromi meleg, nem nehéz, tényleg tök könnyű, kényelmes, és nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy most rajta vagyok a témán, hogy egy hasonló minőségű csizmát is vegyek, de nem sikerült még, úgyhogy ez nem kerül bele ebbe a hol videóban sajnos, pedig reméltem, hogy addigra már ide tudok állni, vagy mire felveszem ezt a videót, addigra már lesz egy új csizmám is, de az még nem lett. De a kabátnak napi szinten nagyon-nagyon örülök, kényelmes, jól érzem benne magam, csinosnak látom, szóval tényleg színbe is olyan, amihez passzol minden, nekem nagyon-nagyon tetszik azóta is. Aztán a következő dolog,
amit szintén már megemlítettem így egy-egy videóban, szerintem említettem ezeket a dolgokat, majd nem mindent, az pedig a porszívó. Meg is mutatom nektek, ez egy Electrolux porszívó. Ezt is használtam, vettük az egyik barátnőméktől, vagy ismerősöméktől, és nagyon-nagyon-nagyon szeretem most már. Mióta használjuk? Hát egy 3-4 hete? Szilveszterkor vettük? Szóval igen, nagyjából egy 4 hete használjuk, vagy 3, és baromi jó. Arra, hogy lemegyünk, és homokosak a gyerekek cipői, úgy jövünk be, vagy a morzsát felszedni, vagy tényleg, hogy ki lehet venni belőle azt a kis morzsaporszívó részt, és az ablakpárkányokat leporolni, vagyis kiporszívózni, vagy a kanapé mögül, ágyak mögül kiszedni ezeket a porcicákat, ahova nem fér oda a rendes porszívó, az tényleg brutálisan jó, és ugye mellette nekem van egy robotporszívóm, mert azzal csak az a probléma, hogy ha így itthon van mindenki, akkor így szanaszét vannak a játékok, és ha látnátok most is, hogy oké, hogy itt rend van mögöttem, nagyjából azért is csinálom itt a videót, mert itt nincs már csak az ablak, meg ez az egy polc, de hogy előttem csizmák, dominók, szerszámos játékok, cipők, szóval ha itthon vannak a gyerekek, akkor nyilvánvalóan a robotporszívót nem tudom normálisan elindítani, mert össze-vissza vannak a játékok, és most azért összepakoltatni velük totálisan mindent, hogy mehessen egy, mit tudom én, 2 órát a robotporszívó. Na, szóval így nekem tök jó és gyors, viszont biztos vagyok benne, hogyha már lesz ovi, és belekezdünk végre az átlagos hétköznapokba, akkor újra elő fogom venni napi szinten a robotporszívót. Aztán a következő dolog, amit megemlítenék, az karácsonyra kaptam, és ezt is mutattam már nektek, ez a Nokedli szaggató. Ez egy Tesco-más Nokedli szaggató, 3 része van. Van ilyen csipetke tésztára, egy ilyen nudlikra, meg egy ilyen nokedlire, és baromi könnyű elmosni, szóval tényleg nagyon szeretem, és minden edényhez passzol, és nem több 10 000 forint. Ezt karácsonyra kaptam, szóval szerintem árérték arányban baromira jó ez a kis cucc, és én azóta sokkal jobban szeretek nokedlit szaggatni, ami annyira nem jó, mert eddig mondjuk csináltam rizst, és a rizs mondjuk kevésbé hízlaló, viszont mióta szeretek nokedlit szaggatni, azóta többször van ilyen juhtúros nokedli, meg a pörköltekhez, vagy több kajához is többször csinálok nokedlit, úgyhogy igen. És akkor a következő is egyben utolsó dolog, amivel a férjem egyik nap feldobta a napomat, az ez a kameraállvány. Ennek egy igazi története van, mert jó múltkor hazaért a férjem, mikor videót vettem fel, méghozzá a nézői leveleket olvastam fel, és van egy ilyen kis piros asztalkán. A fürdőszobából ezt a fellépőt, fehér kis széket kitettem ide magam elé, rátettem az asztalt, hogy eléggé magas legyen, és akkor a kameraállványt rátettem egy székre, és a férjem mikor meglátta, úgy volt vele, hogy egy kisebb szélés borulnál te is, meg a kameraállvány is, meg az asztal is, meg a laptop is, meg minden. És képzeljétek el, hogy másnap hazaállított és hozott nekem egy kameraállványt, ezt, amit láttatok a képen, ez igazából nem egy kameraállvány, hanem egy ilyen építkezéshez lézeres bemérő műszernek az állványa, és ő átcsinálta nekem kameraállványnak. Én nagyon régóta szerettem volna egy ilyen magas kameraállvány, viszont annyiba kerülnek, hogy most jelenleg nem akartam még több pénzt belefetszelni ebbe a videózásba, úgyhogy mindig halogattam, hogy jó, majd fogok venni egyet, és amikor hazahoztak, olyan mondom, 3 napig mosolyult az arcomon, annyira nagyon örültem neki, és most is nagyon örülök, most is azt használom. És ez egy nagyon hasznos dolog nekem, mert nagyon kicsire össze lehet csukni, és nagyon nagyra is magasra ki lehet nyitni, ami azt jelenti, hogy ha álló felvételeket szeretnék készíteni, akkor se kell összestócolnom mindent, meg rárakni a szék tetejére még ezt. Van, mikor tényleg úgy csináltam a videókat, hogy egy székre
egy magasított székre könyveket tettem, és arra rá az állvány, mikor csak ilyen pici állványom volt, és aztán vettem egy picit nagyobbat, de az is körülbelül ilyen, nem tudom, másfél méteres, szóval ezek a nagy állványok szerintem nagyon drágák, úgyhogy nagyon-nagyon örültem neki, hogy ezzel meglepett a férjem. És hát azt hiszem, hogy el is mondtam mindent, nincs más hátra, mint hogy elköszönjek. Remélem, hogy hasznosnak találtátok ezt a hol videót. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és hogy itt voltatok ma is a csatornán. Legyen szép napotok, sziasztok!